Nemzeti emlékhely Mohács. augusztus 29-én Mohács határában vívtak sorsdöntő csatát a magyar seregek első Szulajmán szultán török hadaival. Az ütközet elsöprő oszmán győzelemmel zárult. Mindössze másfél óra leforgása alatt 14 ezer katonánk esett el. A csata pontos helyszíne még ma is vita tárgyát képezi, tényleges évfordulója a Gergely naptára történt áttérést követően szeptember 8-ára esik. Amikor a Habsburgok le voltak kötve az észak-itáliai háborúval, a törökök ezt kihasználva 60-70 ezer fős seregükkel támadást indítottak hazánk ellen. A csata helyszínét a magyarok választották meg, azonban rosszul. Egy mocsaras síkságon akartak megküzdeni a túlerőben lévő és sokkal jobban felszerelt török sereggel. A magyar csapatok nekirontottak a janicsároknak, Szapolyai pedig 15-20 ezer fős seregével nem érkezett meg időben, így a csata rövid idő alatt végzetes kimenetelővé vált a magyarság számára. A csatatéren 4000 lovas és mintegy 10000 gyalogos vesztette életét. Hősi halált halt 7 főpap, köztük a fővezér Tomori Pál és Szalkai László esztergomi érsek is, sőt még maga második Lajos királyunk is elesett. A harcban teljesen megsemmisült a gyalogság, a lovasság nagy része odaveszett. A mohácsi vész fordulópontot jelentett a magyar történelemben, és lett nemzeti nagylétünk nagy temetője. A mohácsi csata első két tömegsírja dr. Papp László régész munkásságának köszönhetően került napvilágra 1960-ban. Az építési munkák 1975 őszén kezdődhettek meg, amikor újabb három tömegsír került elő. 1976. augusztus 29-én a mohácsi csata 450. évfordulóján 10000 ember jelenlétében került sor az emlékhely felavatására, majd 2011-ben átadták az új, Szent Koronát mintázó fogadóépületet, amelyben kiállító tér található. Vannak a mohácsi csatában elhunytak maradványainak feltárásáról készült legújabb fényképek. És az meg a 2020-as feltárás. A mohácsi csatatér Magyarország déli határánál a Duna mellett terül el. A csata idején a település hálózat kis mértékben eltért a maitól. Udvar és sátor hely még nem létezett, azonban Majs és Nagy Nyárák mellett néhány mára már elpusztult település is volt.
Az emlékhely közepén megtörő gótikus ívű kapuja szimbolizálja azt a törést, mely az ország fejlődésében a csatavesztés miatt bekövetkezett. Pölöskei József ötvösművész bronzból készült alkotása 14 ezer csontra, az áldozatokra emlékeztet. A Vadász György által tervezett fogadóépület és a virágot mintázó sírkert között található földbe süllyesztett átriumos építmény szintén Vadász György alkotása. A középen álló fehér kőrózsát mintázó kút, mint egy meghasadt virág, az ország három részre szakadását szimbolizálja, s hazánkért hullatja könnyeit. Köszönet érte Illés Gyula szobrászművésznek. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál és Kanizsai Dorottya és sok más névtelen vitéz fából kifaragott szobrát láthatjuk. A szimbólumokkal teli sírkertben tett séta minden korosztályt megérint, a tömegsírok közti barangolás lehetőséget teremt a múlt eseményeinek feldolgozására. A győztes csatát követően Szulejmán hadai akadálytalanul haladhattak az ország belseje felé. A törökök feldúlták Budát, majd a Dunántúlt és a Duna-Tisza közét pusztították, a királyné és a polgárok nagy része Pozsonyba menekült. Az ország rövidesen három részre szakadt és 150 éves háborúskodás vette kezdetét. A mohácsi vész az önálló magyar államiság végét jelentette, s az ezt követő nem egészen 500 év alatt függetlenségünket igazából sohasem nyertük vissza, ennek minden következményével. Ha létezne időgép, elképesztő lehetőségek merülnének föl. Visszautazhatnánk a csata idejére, és megvívhatnánk ezt a sorsdöntő harcot modern fegyverekkel. Akkor a történelem másképp alakulna, és olyat mutatnánk, hogy megfordulna az egész világ. De ez már egy másik történet.